sokszor önmagukban már a számok is feletté beszédesek a sportban. Legfőképpen a magyar kajakkenuban, ahol mindig nagy mezőnyök jönnek össze. Például a közeli napokban megrendezett sukorói gyerek kölyök országos bajnokságon. 1800 gyerek, 1984 nevezés, 124 futam, 76 sportegyesület, közülük 51 klub tudott érmet szerezni. Köztük a szekszárdi kajakkenu klub, amely bizony nagyot domborított azzal, hogy 4 aranyal, 4 bronzzal és 2 ezüsttel az összesített éremtáblázaton a 7. helyet szerezte meg. Óriási fegyvertény ez egy alig több mint 10 éve létező klubtól, amely a maratoni szakákban már ugyan több korosztályos Európa-bajnokot, illetve világbajnoki helyezettet is nevelt. De felütötte fejét, jelt adott magáról egy új, nagy reményekre okot adó, tehetséges generáció, amely a közeli napokban megrendezett gyerekkölyök országos bajnokságon, nincs rá jobb szó, kivágta a rezet. Elég széles most már az utánpótlás rétegünk, igen, itt a háttérben 3 magyar bajnokunk áll, akik egyéniben tudtak nyerni az elmúlt hétvégén Sukoron, az utánpótlás magyar bajnokságon. Egyébként rendkívül jól szerepelt ott a szekszárdi klub, rengeteg bajnoki pontot érő helyezésünk volt, több érmet szereztünk, egyébként 7. lettünk az éremtáblázatban 77 klub közül, csak kizárólag tradicionális nagy klubok vertek meg minket, ahol ugye kenusztatnak is, illetve legalább 8-10 utánpótlás edző dolgozik. Feletté büszkék arra, hogy az utánpótlás alsó korosztályaiban csak a főváros és a vidéki nagyvárosok kajakkenu fellegvároknak tekinthető klubjai gyűjtöttek náluk több érmet, pontszerző helyezést. Kiemelkedett a szekszárdi kajakos utánpótlás csapatból Acélos Hanna, Jámbor Lotti és Sein Dániel, akik egyéniben tudtak nyerni saját korosztályukban. Az edzőházaspár kajakon felnővő csemetéje Jámbor Lotti egy vadonatúj a sportágban világmárkának számító hajót is kapott a győzelemért 2020 bajnoka felirattal. Ez a csapat, aki most ezen a versenyen részt vett, rendkívül tehetséges, és nagyon sok kiemelkedő versenyző van benne, akikből hát akár ifjúsági junior, vagy hát akár felnőtt bajnokot is nevelhetünk. Az utánpótlás edző, szakágvezető kiemelte a csapatból az egyéniben 3. helyen végző Dulai Barnabást, aki az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött. Egyébként a sukorói aranyérmes trió mellé az egyéniben 6. helyen végző Szabó Roland csatlakozott, vele kiegészülve megnyerték a váltóversenyt a szekszárdiak. Apropó váltó, a Dulai Barnabás, Bodnár Bálint, Bercsényi Bence trió egy ezüsttel járult hozzá a szekszárdiak remek szerepléséhez. Szerencsére minden korosztályban több versenyzőnk van, úgyhogy egészen jó párosokat és négyeseket fogunk tudni összeültetni. Ugye ahhoz még egy picit idősedni kell, hogy majd a K4-est tudjuk indítani, de 1-2 év és ott leszünk. A több mint jól sikerült kölyökbajnokság után ott lesznek a szekszárdiak az év utolsó versenyén, a legrangosabban az utánpótlásban, a Győrben október 3-án és 4-én sorra kerülő országos utánpótlás bajnokságon. Amire ezekben a napokban, mint ahogy mellékelt ábra mutatja, gőzerővel készülnek a Jámbor házaspár tanítványai, természetesen saját szekszárdi síjómenti bázisukon.